Na, megyünk. Szia, Pamuka! Zizeg valami. Hát már most kapcsoltam be, és most így most kapok meg minden értesítést. Igen. Na, egy pillanat, kirakom a sztorit, hogy megyünk. Mert úgyis még időm még kiküldi mindenkinek az értesítést. Szia, Jassi! Szia, Csoki! Azt mondja, hogy Twitch.tv. Húgomar is. Ezt ilyen vagy, ilyen stabil. Na, én az vagyok. Stabil vagyok. Szia, Babcsira, Alpanesz, Kaja, igen, Jassi! Szia, Kackat, Gálcica, ez most egy teszt, a Chloe rezegteti a stabilizátort, meg mindent. Én stabil vagyok, de a látásom nem. Szia, Bellus, Vanessa, végig itt voltam erre, amikor elindult, nem frissített be. Aj, szia, Black Sheep, szia, Házi. Na, várjátok, éppen rakom ki a sztorit, hogy megy a stream, hogy most Chloe tart titeket. Jó, kiraktam. De ne aludjon egy ilyen. Ja, jó. Imó. Köszönöm szépen. Na, Cloud ezek teti. Ez hogy van ez? Elnézést. Wow, 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 wow. Na. Várok még egy kicsit, mert nekem azt írja, hogy hárman vagyunk. Ezt gondolom nem. Emo. Szia, Zalán. Most tuti, ez lesz, az tuti van ez a. Mi a helyzet, hogy vettek? Na, mindjárt mondom a dolgokat. Kicsit még várok, hogy többen legyünk. Kiküldje mindenki a közértesítést, és akkor mondom, szia, Kacia, Kecske, Bence, Chopin. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nem volt hangosan, most már lesz. Nem tudom, hanyadik, de nagyon-nagyon szépen köszönöm Bencuska. Milliomodikot. Ide hívtak meg. Na, gyere, Házi! Meghívunk egy sörre, vagy megnézem mindjárt, hogy mire van ingyen kuponunk, és arra, jó? Nem esik az eső? De! Na, mondom mindjárt! Szia, Lucus! Egy pohár esővízre meghívunk mindenkit. Ija, egy pohár esővízre. És akkor te nem is akarsz látszódni végig? Hát látszódhatok, csak nem akarok nagyon sokat. Jó, akkor most mutathatlak? Itt van velem Klauska. Nagyon szép, hogy értem. Ketten vagyunk most, és eljöttünk a várva várt gurmé fesztiválra, amit ugye ti támogattatok meg, ezt innen is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ugye volt pár napig, vagy hétig egy gurmé fesztivál IRL stream nevezetű donate gólunk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzátett, hogy ma el tudjunk jönni. Sajnos van egy elég nagy negatívum, hogy esik az eső. Na most... máskor nem tudtunk eljönni, csak ma van időnk eljönni, és mi megnéztük, Klaunak konkrétan nem írt esőt, nekem pedig csak fél kettőig írt. Úgyhogy nem úgy tűnik, hogy valamikor is elmúlna, nem tudom, hogy fogjuk ezt megoldani, ugyanis minden vizes, szóval leülni sem nagyon tudnak az emberek. Egyébként alig vannak, ami durva, mert a Gurmé Fesztiválon mindig rohadt sokan vannak, de most alig vannak, mert hogy esik az eső. De mindegy, van egy rakáspénz, amit el kell költenünk, Claudia. Ugyanis, ja, ugyanis 70 ezer forint gyűlt össze a donate gólon, ezt jól mondom, és 20 ezer forint volt a kettőnknek a belépő, szóval 50 ezer forintot, gyors matek, 50 ezer forintot fogunk felzabálni, pozitívan kell felfogni, így van. Megoldjuk. Szerintem teljesen jó lesz így is, hogy esik az eső. Amúgy holnap rosszabb lesz, mert holnap 25 és 30 fok között lesz napsütésben, szóval inkább ez szerintem. Meg biztos, hogy rengetegen lesznek, szóval olyan sorok lesznek itt, hogy... Igen, ez emiatt nagyon jó, hogy ma jöttünk, mert hogy kevesen vannak és nem lesznek sorok. Na, én elmentettem érdekes kajákat a telomba, hogy mit fogunk megkóstolni, viszont Klau nagyon éhes, ma még direkt nem ettünk, hogy tudjunk enni. Mit hát én nem direkt, de... Ja, és mit kívánsz? Én közben megnézem, hogy miket mentettem le. Valami finom reggeli kaját. Nem nagyon vannak reggeli kaják. Akkor jó, akkor nem azt... Na várjál, mindjárt megmondom, hogy én szeretnénk egy csirkés gofrival, az a leginkább reggeli kaja, kezdeni, és ezt megnézem, hogy hol van, és ott mi más van még. Anyukám mondta, oda menjetek mindenképp. Hova? Anyukám mondta.
Ez a hely neve, Mariam. Erről beszélünk. Azt hittem, hogy anyukád azt mondta, hogy valahova menjünk, és ezt fentebb bírtad, hogy hova. Azért nem kell elkölteni szerintem, ha nem kívántok már többet. De eszre kell zabálni magunkat. Én mondtam a Marcsának, hogy ő szerintem teljesen ilyen deluló. Mert azt hiszi, hogy abból a pénzből itt ilyen rengeteg dolgot tudunk venni, de konkrétan szerintem ilyen 5-5 dolog mindkettőnknek, és kifújt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen árak lesznek amúgy. Na gyorsan várjatok, megkeresem, hogy amúgy nagyon sok. Na, megtaláltam. A ropogós csirke gofri. Hát itt még van beinyihos és laskas kavarma. Róka. Nagyon szépen köszönöm, Róka, a feliratkozás. Nagyon cuki vagy. Ez a hello, hello. Már hetedik hónap. Jó étvágyat a kajcsikhoz, Nóvma 8 kaja, Nóvma 8 kaja, Nóvma 8 kis. De köszi szépen. De most tényleg fogod tartani végig az esernyőt nekem? Konkrétan, nézzétek! A Klaun tartja nekem az esernyőt, hogy ne legyen a setup vizes. Szia, Lilla! Na, azt mondja, hogy Fláva, az itt van. Hol rögtön megtaláltam? 62. Jó nagy ez a hely egyébként. Gyerek, programom! Itt állunk, mi egyenesen kell mennünk tovább. Ugye? Jó. És közben, hogyha valamit meglátunk, akkor... Megesszük. Akkor megesszük, igen. Én kérek egy beinivost. De mi az? Na, menjünk. Akkor itt szerintem ez kávé, vagy ezek kapszulák? Nem, én azt hittem, hogy miért tud mentem, az nagyon hangos. De nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Már 7 hónapja. Kösz, 7? Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú támogatási időt. Hogy szerintem nem is tojtói vécé lesz itt. Na, hanem normális. Azt adom. Na, a mentők mit árulnak? Na nézzük, hát azért megyek csak lassan, hogy nézzük, hogyha valamit tetszik, akkor csapj le rá, mert te gondolom nem fogsz ropogós csirke gofrit. A kollás helyet. Szia, Bence. A kollás helyet azt hittem, hogy ez odaig, vagy grillás. Grillás? Hogy vagy, Bence? Szia, Grész, köszi szépen. Én sem tudom, te mondtad, ja? Nagyon sok dolog van, amit itt nem tudom, hogy micsodák. Amúgy azért így is sokan vannak, nézd meg, itt sorban állnak. Mondjuk erősséggel lenne. Ez de jól néz ki ez a hely. Itt van valami pogácsa. Itt? Na, meg akarod nézni? Kis reggeli fincsiség? Megnézzük. Salt Bakery. Show Bakery, akkor ez az első setupunk. Mi van? Setupunk? Na már és itt mi van? Itt a fagyi? Jaj, elment az esernyőm. Elvileg, jó, ez ilyen csavart fagyi. Sziasztok! Fogácsát szeretnél? Rendben, köszi. Fogácsát szeretnél? Jó. Melyiket szeretnéd, Klaus? Fogácsát. De van krumplis, meg sajtos. Az így egyben. Ja! Igen. Ah, oké, és bocsi. Jó. Vagy van ilyen véres csigánk, azt nem tudom, hogy néztétek egy kamányon. Véres? Igen. Az milyen? Pudingos csiga, és egy ilyen igen, és egy ilyen hagymanek várom és csombor. Az illat az, amit nem mondtam. És frankon vér van benne? Egy pénis szántam. Hú, nekem egy olyat kell megkóstolni, akkor sose. És ez milyen tikván kóstoltátok a véres? Az a vicc egyébként, hogy annyira jó az illata, hogy mi amúgy vegetáriánusok vagyunk. Oh. Annyira jó az illata, hogy így nagyon, tehát hogy te mindenki itt az előbb a bácsi is el volt ájúva, úgyhogy... Aha. Igen. De ugye, hogy te elmények, hogy nem most debütál. Kicsit pikáns, az is édes. De hol van a vér? Én most vak vagyok? Ott van, hagymás véres csiga. Hagymás véres. Hát ezt meg kell kóstolni. Jó, én meg egy pogácsát. Jó. Akkor egy olyat kérnék szépen, és egy pogácsát. Igen. Hát sehát az első ételünk, soha nem ettem még vért. Igen, így tudnám fizetni, csak elkalandoztam most arra, hogy jó volt, hogy én ráfattam. Jaj. Egy kenyérke, egy kakaó, egy kibulinyó. Megfogad, amit fizetek? Igen, kérlek. Ez nagyon jó.
jó első find volt. Szia, Mercsa. Ez nagyon hangosan szólt, de nagyon gyorsan lenémítottam. Ezt nem elfogunk az átmesszét. Nem baj. Azt a... Hát ezt teljesen megtévesztünk, ez a szépen. Clickbait siga. Ez egy kakaós siga, igen. Szerintem, ha valakinek eladnátok ezt kakaós sigaként, akkor örök traumát okoz. Jajjaj. Csak a kártyámat nevet fel, jó? Jó. Egybe számoltam? Igen, igen. Jó. Jó, és elvileg most Hú, de pici vagy. Pici vagyok. Ezt amúgy lehúzom, esik még egyet? Ah, lehet, hogy elálltam úgy. Nagyon cukik. Insta. Ezt nem ír magában. Amúgy tényleg extra cukik voltak. Hazugok az eladók. Miért hazugok? Tészteszt lesz most, igen. Na tehát. Jó, csak megmutatom. Tehát akkor... Ez egy véres... Szagold meg, elvileg finom az illata. Olyan illata van, mint egy pitercsigának. Lehet, hogy átverés. Ilyen füstös illata van. Az nem derült ki egyébként, hogy milyen állat, de gondolom disznónak a vére van benne. Tehát ez gondolom sült véres csiga. És ez 1500 forint volt, és ez a Klaunnak ez a pogácsa, ez pedig 750 forint volt. Úgyhogy vámpír reggeli. Mi holnap megyünk, figyeljek, mit kóstoljak, jól van, Csoki. Na, és ez a Salt Bakery nevezeti hely, tessék, akkor odaadom. Kis fertőtlen. Kisebben van. Rárak ki a szalvétát a csigára. Azért, mert vizes a izé. Aztán le kell csapni majd, miután értünk az ingyen piákra, mert a belépőhöz tartoztak kuponok. Az első 1000 embernek. Azt írt a házi embervér. Jézus! Lehet, ezért nem mondták ki, hogy milyen. Amúgy rosszul leszek, szerintetek? Dehogy is! Semmi ízé. Nem lesz. Ja igen, és hagymás véres. Szóval itt lehet látni a hagymát benne. Szép az a kis fityegő darab. Nem érezni egyébként sajnos a vért. Mit akartál érezni? Ezt nem hittem, hogy volna, hogy valahogy kimondom. Amúgy nagyon-nagyon fullos a tészta. Ilyen tök puha. És ilyen enyhén hagymás íze van. Amúgy... Pászolt a pamunk, hogy nem így eszünk csigát. Azt hogy kitépted a közepén. Bocsánat, most direkt azért, hogy ugye meg tudjam nektek kóstolni. Sosem ettem még bért, szóval nem tudom, milyen íze van. De egyébként nincs sok ízem meg. Akkor mi volt egy... Enyhén hagymás, kicsit édes, kicsit sós. De amúgy sok ízem tényleg nincs. A vért ezt nem érzem. De amúgy nagyon finom a tészta, puha. Te is simán megkóstolhatnád. Nem kérek, most kösz így reggelire vért. Ebédre mehet? Lehet, ebédre lehet. Na. Sajnos. Hát sajnos meg kíváncsi lettem volna, értitek, hogy milyen íze van, hogy kitépte a belét, sajnálom. A kakaós csigájának a közepét nem szeretem, mindig jól jár, aki velem eszi. Mi van? Nagyon kura, Alfenesz?
Szia! Úri, igen! Szia! Úristen, de felnőttél! Jó minden? Igen, és jó neked? Műveletes? Apult kint van? Az ott van kint. Közép jobb szél. Akkor majd megkossunk ott valamit. Így van, szuper. Így van, mutatom párom. Szia, Marian, szia! Párom. Keres Marian, szia! Hello, én is igen, oda jártam még annó. Ja. Azt. Annyira durva, hogy így látlak felnőttként, ez brutális. Tudom. Hát jó szórakozás nektek is, és akkor hát, ha még ott találkozunk. Átadom. Puszi, sziasztok. Ez ilyenkor mindig szürreális. Öt anyukám tanította általános iskolába, és utoljára akkor láttam, amikor 13 éves volt, és most, hát nem tudom, az mikor lehetett. Nem, csak nagyon melegen van. És neki az apukája egy nagyon-nagyon híres séf Budapesten. Voltunk is egyébként régebben az éttermükben, úgyhogy ők kint vannak. Nem tudom, hogy a mostani éttermének mi a neve. De majd megnézzük. Nagyon fényes az arcom. Nagyon finom? Na, király. Szóval megnézzük majd, hogy náluk mit lehet kapni. Névnyik. A békonos hagyit, meg ezeket? Igen, az ő éttermük régebben... Fú, mi volt a nevű? Mi volt annak a helynek a neve? Bíró? Nem bíró. Nem tudom, mi volt a helynek a neve, de... A lényeg, hogy ott ettem mindenféle ilyen érdekes fagyit. Mert neki az apukája ilyen érdekes ételeket csinál az éttermekben, és volt szalonna fagyi, kolbász fagyi, meg ilyenek. Nagyon jót tettünk ott. És aztán azt nyitott egy másik éttermet is, ami meg benne volt egy amerikai műsorban, ugyanis péniszt is árultak. Nem emberi. Nem emberi. Állati péniszt, meg mindenféle ilyen furcsa. Véres hurkát nem ettél még? Jó, ettem, de itt szerintem ezt úgy csinálják, hogy megsütik a vért. És vagy ne, én nem tudom, ezt hogy csinálják? Itt a külsőjében sokkal több íz van már amúgy. Balú mindjárt megy amúgy. Kívül rapogósabb, sokkal sósabb, és itt intenzívebb a... Ilyen, hogy más rostélyos íze van. A bokbisztróm. Azaz, Bence, honnan tudtad? Biztos rákeresett. Én mondom, hogy van B betűs. És ott olyan... De 11 éves volt, amikor ott voltunk. És olyan... Nem, közi. És olyan... rák krémlevest ettem, hogy azóta is azt visszasírom. Úgyhogy most egyébként megkeressük majd az apukáját, hát ha emlékszik rám. Csáki! Ott van, volt szalonnás, vagy oda is voltál? Most jöttem mi vízbe dobba. Gyere, kóstoljatok, bocsánat. Most letörlöm nektek is, hogy itt ne legyen vizet. Káosz. Supra lux. Köszönjük. Gyere, kóstoljatok. Ez a külső, ez sokkal jobb. Nagyon finom amúgy. De örülnék neki, hogy több ízen lenne. Szia, Gergő! Itt van alkalmentes kettőn is van. És ez minek? Hát, pamunka! Elteveszem a sapkámat. Mert nagyon melegen van. Így még megvakulok. Szóval nincsenek jó híreim annyira pamunka. Nem múlik a fülzúgás vagy csípolás, bármi is legyen ez. Voltam neurológusnál, voltam laborban, házi orvosnál, vagyis hát beszéltem vele telefonon. Voltam, hol voltam még? Már csomó helyen voltam. Csomó mindent olvastam róla, sajnos nem múlik el.
úgyhogy nagyon rossz, de ilyenkor, ha kint vagyok most például elviselhetőbb, mert elnyomják így a zajok, de hát sajnos nem a legjobb, se lelkileg, se fizikailag nem vagyok tőle a legjobban. A neurológus egyébként pszichológust ajánlott ahhoz, hogy elviseljem a hangot, úgyhogy szerintem egyébként örökre meg fog maradni ez már, és hát megpróbálok vele együtt élni, és hogyha tényleg azt érzem, hogy már kezdek bekattanni a hangtól, akkor felkeresek egy pszichológust. Nem tudom volna csinálni. Nem, hogy nincs a vendégem. Jó, kirőgjél. Biztos, biztos. Az eső, és amúgy egyre többen vannak most itt. Nem tudják a munka, hogy mitől. Nagyon sok oka lehet, de amúgy megyek majd MRI-re. Belső fül és agykoponya MRI-re fogok menni. Elektroszmog, az micsoda? Amúgy hogy fogunk ennyi pénzt lenni, mert hogy én most tele vagyok. Hú, de jól kinéző dolgot tesznek. Jó. Szia, Rosszár! Ja, lehet ház, igen. Segítek én el lenni, gyere, Luca! Nem hangzik soha feleslegesnek a pszichológus pamunka, csak drágának. Látok? Ja, mondjuk a csajoknak, hogy milyen volt? Cuki vagy pamunka, nagyon szépen köszönöm. Várjatok, lenyelem. Lehet amúgy házi, abszolút lehet, mert ugye nagyon sokat van rajtam a fejhallgató, rengeteg elektronikai cucc van körülöttem, úgyhogy nap mint nap, úgyhogy simán lehet. Tehát otthon van, 50 dolog van bedugva egyszerre az asztalon körül. Na, megköszönöm nekik. Köszi szépen, nagyon finom volt. Nem is lehetett érezni egyébként semmi ilyen furcsa vagy... Ja, nem, én így azt gondolnám, hogy keserű, tudom. De nagyon finom volt, ilyen jó kis hagymás. Aha, nagyon finom volt, köszi szépen az ajánlás. Nagyon jó volt minden, köszönjük szépen, sziasztok! Na, ez like. Ez like volt, ez a salt pékség, ha bárkit érdekel, vagy jön esetleg holnap, vagy máskor. Szeretnél egy kupont felhasználni? Igen. Jó. Mit is szól? Neki, amit szeretnék. Jó házi. Tessék? Ezt szeretném meginni. És ez a... Iszunk alkoholt már? 9B. Ott van egy térképes stand. Hadd már ide a kis füzeted, már akkor megnézem, és akkor nem kell vándorolni. Na, ez egy jó első élmény volt. Nézzétek, de jó, elállt az eső, és takarítják le a padokat. De jó, klasszos. Nem. Merre vagytok? A Gourmet Fesztiválon vagyunk. A Millenál, ezt sose tudom, hogy kell kimondani. Millenális. Ez nagyon hosszú. Meg kell fordulni. De ez mi, ez valami Martin is koktél? Igen. Cuki vagy Grisz, köszi szépen. Valaki volt már amúgy a chatről itt a Gourmet Fesztiválon, vagy tervezi, hogy jön? Csoki, te írtad, hogy jössz holnap, vagy holnap után? Szia, De Luigi! Szia!
Hello, szia! De cuki vagy, köszönjük szépen! Honnan tudtad? Ja, nem, csak ja, csak meglátod, ja! Így lokátoron néztem! És amik, hogy érzitek magatokat? Nagyon jó, mi amúgy a másik rendezvényen vagyunk. Ja! Ja, itt van közben egy másik rendezvény. Egy Forbes-os influencer. Forbes-os influencer. Asztal! És ez hol van? Hát ott voltam, a gépületnél. Oda nincs sajnos hegyünk. Nem is tudtam, hogy ilyen rendezvények vannak. Na, király. Meg, azt nem kaptunk, csak... Ezt a gurmét? Pedig ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon jó kaják vannak, csak jó drága sajnos. De gondoltuk, megnézzünk így streamelek most, aztán így megnézzük, hogy mi jó ételek vannak itt. Na hát akkor további szép napot nektek, és kösz szépen, hogy itt értek. Sziasztok! A fresh space! Jó, hogy nem látják a csepet. Szia, Bani! Hogy vagy, mi újság? Nagyon meleg van, halljátok. Tökre örültem, hogy jó, csak 20 fok lesz. Na mi van, halljátok valami Forbes-os influencereket? Ezt meg kéne nézni, nem? A luxi influencereket. Csak viccelek, hát nem tudunk bejutni szerintem. Mi nem vagyunk ilyen benfentesek. Még jó, hogy nincs ilyen tétélyes, oszal olvashatnánk mindent. Úristen, tényleg. Hát van 100 bitért. A másik oldalán van a tónak. Vissza. Miért nem én nézem? Hát, Husika is tájékozódás. Na, találjuk meg magunkat. Itt vagyunk most a borvilágnál. Ez mind szerintem ilyen indivalós. Ú, ez ilyen táj. Kaja lesz. Jó, menjünk. De közben, ha látsz valamit, amit szeretnél, akkor egy táj menjünk. Jó. Ön itt áll? Mert ilyenkor van a fesztivál? Igen, ma kezdődött a Burma Fesztivál, és vasárnap lesz az utolsó nap. És mi ma érünk rá csak. És először megijedtem, mert nagyon esett az eső, viszont most múlt el. Úgyhogy minden frankó, Jankó. Jaj, miért mondok ilyeneket? Nem tudom. De szép! Oh, ezek íze tavi rózsák. Igen. Maguktól itt nőnek? Igen. Wow. Kicsi, úristen, de szép ez a rózsaszín. Képzeld, de... tényleg nagyon szépek. De ki vesz itt robotgépet? Jó. A Donate Goldból, nem? Amúgy mit akartam mondani? Nem, mit akartam mondani. Basszus. Ja, hogy nincsen, képzeld el, Gríz. Amikor voltunk 2 éve, akkor rengeteg... sushi volt, meg sushi-s hely, vagy nem rengeteg, de több közül lehetett választani. És én most nem láttam a weboldalon egyet sem. Frankó, Jankó? Ilyen nyers meg a süti. Ja, igen, emlékszem. Ja, és ezt elfelejtettük mondani, most itt akik mellett elmentünk, ők pont mondták, és eszembe jutott, hogy minden gurmé fesztiválnak van egy tematikája, és idén a női energiák a ott van, sárga zihákos, mégis itt van. Na, várjatok, lesz talkoljuk. Nekem mentem egy autónak. Klau, várjál, mert most talkolok. Nem feltűnően. Én csak így ezt a helyet videózom le, hogy most azt sem, amit én utálok, hogyha csinálnak velem. Úgyhogy akkor menjünk tovább. Szeretnél bort kóstolni? Hát, nem vagyok nagy boros, de ha ingyen van, persze, hogy itt váltsuk ki. Sárközi papa, női energiák lesznek stripperek. Szóval igen, női energiák a tematika idén, ami nem tudom, hogy mit jelent. Ó, és ott van a másik, ott van a séfek séfe, pasi, meg... Wow, oké, itt vannak a celebek, akkor ez a celeb szekció. Sziasztok! Én soha ide tudok hozni. Nem, nincs. Azt hiszem, mindenképpen kell venni, mert nem tudtam, hogy nem lehetettem. Azt nem tudtok, rendben. Köszi szépen! Hát akkor nem fogunk borozni.
Mert szerintem boros poharat kell venni. Azt hiszem nagyon... Jó vagyok! Jó vagyok, semmi baj. De most akkor a Martinishez is kell poharat. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy a női energiák hogy jelennek meg az ételekben. Hát, vagy... Tehát vannak olyan helyek, amik olyan nevet adtak. Fúj, Alfenesz. Azt mondja, ah, szóval azért véresik a stop it. Szóval, tessék? Azt érted, hogy itt van a Martin is. És mondom, ki az a Martin? Tudod. Szerintem igen, ott is ilyen... Szerintem kell venni az elején poharat. De ezt miért nem mondták, amikor bejöttünk? Amúgy ez nagyon jól néz ki ez a hely. Mert ott is ilyen boros-szerű pohárba. Na, szóval gyorsan elmondom még, mert már harmadjára kezdem el, hogy láttam olyan helyet, ahol vannak olyan ételek, hogy női szeszély, tehát ez a neve, vagy a kis asszonykám, meg a nem tudom milyen szeretőm, szóval ilyen szempontból is meg lehet fogni. Szerintem nincsen kiszabva az, hogy jelenjenek meg a női energiák, lehet, hogy nem csak valakinél nem az étel nevében jelenik meg, hanem mondjuk van egy olyan étel, hogy virágos kert, az is ilyen tök csajos, akkor valahol lehet, hogy csak úgy fogják fel, hogy női séf van, illetve egész nap vannak egyébként programok, hogy így meg lehet nézni, hogy XY hogy főz, és ott például főleg nők fognak főzni. Szóval szerintem így jelenik meg. Szia, Dani! Megfelelkező, hogy ma van? Napi jegyes, lehet 3 napra is venni. Na, megpróbálod? Megkérdezed? Ott a csajszitok kérdezt meg, jó? Samsungos babzsákok. Amúgy igen, ezek nagyon jó. Jó és jó és jó. Kell? Minden ez kell? Pohárpontok? Nem is az elején? De mennyibe kerülhet egy ilyen pohár? De akkor vegyünk már valamit. Jó, vegyünk, muszáj lesz poharat. Vagy nem? Hát de mindenki ilyen pohárra van, szerintem. Szia, Zsolti! Én voltam az, aki a Twitch közösség miatt felszólalt Instán, csak hogy ne igazat írtam. Húha, nem tudom, mire gondolsz, Zsolti. Vagy a Twitch közösség miatt. Nem tudom, ne haragudj, de szia-szia. Jó szórakozás. Jó elmi. Visszaváltató a végén? Így szokták legalábbis. Jó, megnézzük, hogy hol tudunk venni. Köszi, Luca. De jól néz ez ki, ez a kocsi. És akkor aki pont fotózza. Majd megesszük a többit. Itt mit lehet? Új, valami juice-okat lehet venni. Szia, Marci. Kölcsönzünk? Ja, hogy kölcsönözzünk? Hát akkor kérem vissza a pénzt. Így működik, nem? Nem szeretem, amikor a poharat is ilyen helyeken drágán megvetetik. Hát igen, attól félök, hogy ilyen egy pohár 2000 lesz. De mindjárt elmagyarázzák itt nekünk a jányok, fiúk. Igen, amikor én voltam, vissza lehetett váltani, vagy haza is vietted? Jó. Akkor visszaváltjuk. Akkor, és milyen pohár? Majd akkor utána haladjunk így majd sorba. Jó, aha. Oké, pálinkával? Hova kell állni? Jó. Sziasztok! Hello! 2 poharat kérnénk szépen. Megfogod, légy szívus, fizetek. Csak nem utasd a kártyát. Napközben pedig tudunk cserélni, ha bármilyen szeretnétek. Kérem meg, köszönöm. Jó, köszönöm. Jó, köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.
Na, jól mondtam, 2000 forint egy darab. Ellus, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Megvannak a pohára. Hova? Ja, vissza fogjuk vinni. De amúgy nem. Klaus, ezek egyáltalán nem tiszták. Én nagyon bacifób vagyok. Most így értek. Mi az, hogy... Kriszti, nagyon szépen köszönöm a feliratkozás. Megfér 500 a belépő. Nem, amúgy 10 000-et fizettünk, mert helyben 10 000. No, ma 8 LMBTQ. Hello! Csak lemaradtam, bocsi. És tudjátok már, amit szeretnétek? Nem. Jó, van egy sima lágerünk, Stella Artois, Hőgarden White és Rosé, ezek búzasörök. Az egyik az egy kicsit ilyen gyümölcsösebb. És van még a Krik, Melbourne Krik, az egy belga meccsőt. Akkor olyat, ami gyümölcsös, azt akartam mondani, de akkor a meggyis jó. Akkor kettő meggyeset kérnénk, szépen köszönjük. Üveg, igen. Vannak programok is? Vannak. Az előbb mondtam, hogy vannak ilyen, lehet, hogy azon kívül van más is, én azt láttam a weboldalon feltüntetve, hogy ilyen főzések vannak, sütésfőzések, amiket így a különböző helyeken meg lehet nézni, hogy ott főznek, gondolom, előtte. Köszönjük szépen! Hello! Na, és akkor most ez ingyen van, mert ahogy bejövünk, akkor kapunk mindenféle kupont, és be lehet váltani. Ezek azért ilyen kevesek, mert ugye ezek ilyen kóstolók. Te emlékszel, hogy mit mondod, hogy milyen meccsör? Egészségetekre! De jó hideg. Ez nagyon különleges ízű, nagyon erőteljes íze van. Egyébként ez a Belgium büszkeségei nevezetű hely volt. Jó, rendben. Hát ez nem egy ilyen soproni meccsör. Szóval nagyon ilyen karakán íze van, azt hiszem, ilyen szavakat használunk. Nagyon erőteljes íze van. Kicsit kesernyés, kicsit édes. Nem is tudom elmondani pontosan, de nagyon érdekes íze van, és extra finom. És lehet érezni, hogy ennek azért magas az alkoholtartalma. Rácienő elvileg nincs itt. Legalábbis én nem láttam a rumort, ugye az éttermét a felsorolás között. De Sarközit láttuk, illetve nem tudom sajnos a nevét, de a séfek séfében van szerepel, nem a Frici, és nem a Krausz, hanem a harmadik. És őt láttuk még. Igen, alfan ez. Jó, ez nagyon fincsi. Bandi. Wolf András, köszönöm szépen. Úgyhogy majd oda is szerintem megyünk. Nagyon-nagyon-nagyon meleg van. Klaus telefonál, és aztán megyünk tovább. Nagyon komoly fejet vág. Kivel beszélhet? Ráncolja a szemöldökét. Ott a horgonyzó velünk szembe, de oda nem fogunk menni, mert ott csak halételek vannak. Meg kéne néznem, mert én leraklak titeket ide, és akkor kinézem a következő helyet. Vagy nem, a klaumosom úgy jól hallottam, hogy azt mondta, hogy menjünk sorba, itt az összes olyan helyen, ahova van kuponunk, ő most be akar rúgni. Most végig isszuk az összes kupont. Martin. Ja, Martini, lehet, hogy a Zé, nem tudom, Zének nincs étterve, nem? Attól függetlenül lehet, hogy kint van, csak ezt azt nem tudom lekövetni, ugyebár. Igen, ez a fesztivál Pesten van. Ja, hát elindultunk a Flávához, halljátok, és aztán sose, kocsmatúra, igen. És aztán sose jutottunk el. A Flávához menjünk a gofri, csirke gofriért.
Hát végig fogjuk inni őket, igen, Dominik, csak hogy nem gondolnám, hogy itt sorba kéne. Nincs étterme, aha. Hát ha már 10K volt, persze, hogy mindent is végig kell inni. Igen, igen, igen. Csak úgy értem, hogy nem egymás után most itt, mert ez lehet, hogy durva lenne. Wow. Amúgy azt hittem, hogy kevesebb kóstról fogunk kapni. Nem tudom, ez mennyi lehet. De itt iszogatom egy ideje. Közben tudunk sétálni? Nya! Elindulunk akkor a Flávához. És bocsánat, mert megkérdeztem egyszer, de nem láttam a válaszaitokat. De most jobban figyelek, hogy valaki volt már, illetve tervez kijönni? Vagy voltatok valamelyik évben, kinek hogy tetszett? Azt hiszem, hogy erre lesz a Fláva. Okay. Most ugye a bejáratnál vagyunk. Még vagy visszahív. Ki volt az? Andi. Ja? Mert nem is köszöntél el tőle, csak azt mondtad, hogy oké, és kinyomtad. Azért már mondta, hogy várjál, mindjárt visszahívnak, csak hívnak, és kinyomtad. Ja. Fekete Zsóka Mangalica Farm, ez amúgy ismerős, hogy itt valamit kinéztem. Márk, nagyon szépen köszönöm a feliratkozás. Mi újság, Márk? Nem nagyon látom amúgy ilyen ázsiaiakat, ami érdekelne, mert nincsen sushi. Na, Aranyka VR, ez valami nagyon pucparádi. Ott az a reáció, nem? Megnézzük ezt. Chicken liver eggplant. Bao. Na hát ezt most pont nem látom, várjatok. Csinálhatunk, lehet, hogy csinálunk egy képet. Csak nézem a kajákat, csak angolul van kiírva. Meg itt durvább árak vannak. Már jöttök, lehet, hogy itt magyarul. Puszi-puszi Insta. Jenő. Ja, itt van magyarul, oké. Okay. Tehát spárga, kaporzöld alma, blini, oszetra kaviár, a 10 000, csirkemáj, padlizsán, vacseresznyővirág, bao rántott polip, kukorica, chimichurri, rántott polip. Bao, a baóban van benne szerintetek? Na, ilyet kóstoljunk meg, jó? Mert ez így jónak tűnik. A Klaun most telefonál. Na, bao, jó. Ez nagyon jónak tűnik. Az aranykaviárnál vagyunk egyébként. Én is nem kell. Ezekre nincs kupon, sajnos. De ez most hogy van, hogy bao vessző rántott polip, vessző kukorica? A baóban van benne? Szerintem ez egy nagy adag kaja lesz, nem? Árából ítélve. Ezt nem nagyon értem. Na mindegy. De ezt muszáj megkóstolni, mert ez nagyon puccosnak tűnik. És itt ezt szerintem előttem csinálják. Na mindegy, én azt mondom, én rántott polipos baót kérek, és akkor kiderül, hogy az egybe van-e. Megpróbálunk csinálni képet ilyen ővel. Gurmén nagy adag? Hát képzeld el, Pamunka, hogy én amikor voltam 2 évvel ezelőtt, akkor tök nagy adagot kaptam egy ételben. Egy olyat találtam meg, olcsó is volt, egy ilyen pulled porkos cucc volt, és nagyon, nagyon nagy adag volt. Szia! Hello, sziasztok! Még nem kértem. Egy rántott polipos baót kérnék szépen. Bao, még egy polis, jó?
nem láttam, Dominik, hogy mekkorát adtak az előttem állóknak, sajni. Jó. Sajtot van, vagy bocsánat, mit kértél? Én egy baót kérnék szépen. Nem vagyok sajtós, csak streameleg. Nem köszik. Humár is így csinálják mellettem a kollégát. Rendben. Bocsi, felváltam, hogy csináljátok? Persze. Vagy igazából ennyi volt. Jó, oké, köszi. De utána persze. Köszi. Az igen, a grizzén is azt értettem először, hogy sajtos. És így voltam vele, hogy egy sajtos is lesz. Nyama-nyama. Szia, Jászmin, hogy vagy, mi újság? Most már itt vagyok. Jó. Mit veszel? Egy polipos. Polipos baót. Rántott polipos baó. Megint ezeket a szegény klaú. Megint hívják már. Vagy gyára. Jövök majd. Jövök majd. Jó, gyere. Most már vagyok. Szegény kraken. Igen, lucus. Milyen élmény egy ilyen híres. Lassan annyi szabadságunk lesz, hogy nem is igen. Klaut nem adjuk éhezni. A Klaut itt biztos nem enne semmit, azért nem kérdeztem meg, hogy ő itt szeretne valamit, de mindjárt megnézi. De gondolom nem szeretnél, nem? Csak a koktél tettem. Csak a koktél? Azt oda nézzetek, milyen hosszú az a polip. Ó, oh. De a tíszed. Én szeretnék egyet megkóstolni, és azt szerintem a perba kerék pesgőjéhez biztos volt. Az biztos. Oda üt, az oda miatt, ugye? Az oda. Ez egy csípős dolog szerintetek? Én erre nem készültem fel, lehet, hogy ez csípős, ez a valami. Chimichurri, az nem tudom micsoda. Hát, nekem nagyon csípősnek tűnik. Ja, ez nem az enyém volt, srácok, szegy. Ez a Jenői volt. Ugyanazt teszem, amit a Jenő. Ez szerelem. Meg. Szia, boldog burgonya, megiszom. Amúgy nagyon finom volt, ugye? Neked is ízlett ez a meccsör? Szerintem nem csípős, ahhoz nem elég világos zöld. Csak vannak benne ilyen piros darabok. Na, megkérdezték, hogy sajtos vagyok-e. De miért? Sajtos. Akkor lehet, hogy inkább kaptam volna, ha azt mondom, hogy igen. Ez egy ilyen... Igen. Claudia, micsoda, ennyi sört. Itt áll és már berúgtál, vagy mi? Ja. Itt úgy szakadt az eső, hogy beállzott az iskola. Jézusom már, amúgy itt is nagyon esett az eső. De most már elállt szerencsére, szóval nincsen semmi probléma. Meg kéne törölni a... Feléd akarom törölni. A kamerát. Nem jött össze. Van nála csökkentő is. Ja, várjál, itt is van. Látszódott valami, Bence? Hát mondjuk még
Micsoda köze? Ajaj, látszod ott valami a Klau polóját? Ezért vagy mi? A híres YouTube streamer rejtének, hogy nagyon nem kom. De mi ez az ő kont? Helye neki nem csak a rumor van? Ő azért van itt? Mert ez az ő helye? Nem tudom. Sül a polip. Nem, hanem kinyomtad a szemünket. Ja, sajnálom. Nem látszott semmi. Jó, oké. Na, de ebben akkor tud segíteni valaki? Mert én azt hittem, hogy a rátjelőnek csak a rumor van. És ez az arany kaviár. Ez is az övé? Mert akkor azért van itt. De szerintem csak enni jött ide. De ez ugyanolyan az ízlésünk. Ugyanazt kérte, amit én. Nem tudom. Valaki erre rá tud keresni? Léci, mert ez most érdekel engem. Ó, párga. Mennyi idő? Folyik rólam a víz. Oké. Nem, csak a rumor van. Aha. Akkor itt csak kóstolnia. Nagyon folyik róla a víz, halljátok. Szia, Susó! A rendkaviár is híres. Aha. De amúgy hagyják enni, kértek tőle képeket, és utána, amikor elkezdett enni, már csak egy ismerősével beszélget, úgyhogy három séf üzemelteti, de nincs köztük. Aha, köszi, Pityú. Lehet haverja. Lehet, igen. Jelenleg a rumor van, Wolfgang és pedig a New York kávéház és a szalon étterem sífje. Aha, ja, ők is kim vannak, őket is megnézzük. Megint esik az eső, nem? Csak valahonnan rám csöppent. Halljátok, annyira rég nem ettem baót, évek óta kíváncsi vagyok, milyen lesz. Ez egy ilyen nyitott baó, ha jól láttam. Na, és akkor utána el is tudunk menni a Martinis helyhez, mert ott arra fele van. Starbucks van, hogy ott igen. Hát azért Adrián, mert amikor ugye ideértem, akkor rakták be az olajba, és hát idő, még ugye a panír megsül. A polip azt gondolom elő van főzve, vagy hát remélem, mert azt jól tudom, nagyon sokáig kell főzni, hogy puha legyen. Ilyen 90 percig, talán azt a konyhafőnökben arra emlékszem, hogy azt mondták. És hogy azért is volt necces, amikor bárki bao, vagy izért polipot akart csinálni a konyha főnökben, mert hogy mondták, hogy hát arra ugye nincsen elegendő idő. Mert 60 perc volt legtöbbször, ugye? Az ételt elkészíteni, és ott meg a polipot meg 90 percig kell. Amúgy legtöbben ezt a májat kérik, csirke, máj, padlizsán, vadcseresznye virág. Hát az a vadcseresznye miatt érdekes, de... Én a polipra nagyon kíváncsi vagyok. Szia, Rosszó! Rendben, köszi! Na, 2 perc, srácok. Szóval igen, Rosszó. Biztos nehéz lehet neki kaját készíteni. Kicsit idébb jövök, hogy tudjanak kérni. Jól lesz leülni, mert átvariálom majd itt a dolgokat, mert nagyon melegen van, és szerintem azért, mert körén van tekerve egy pulcsi, csípőm köré, és azt szerintem kívülre melegít. Szia, kaktusz! Ez a millenáris nál van, viszont belépő van, 10 000 forint, 9 000 forint a belépő
ha itt helyben veszed. És még holnap, meg holnap után is. Ja? Köszi! Arra megkérdem, hogy ketté válok évvel, hogy mind a kettemet jövök, vagy nem? Hát, nagyon azért fog este. Jó, az akkor nem, rendben, köszönöm. Na, arra, hogy nem, nem azért. Nem, nem, de hogy is, dehogy is. A jobban laktad, az a csirke vár. Ilyen kukorica megy rá, popcorn. Jó, van. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Azt de jól néz. Ú, de kiég. Na, várjál, még kell... evőeszköz. Hú, de forró. A haléci. Jó. Köszi szépen. Sziasztok. Na, ilyen állósba menjünk, nekem az jó. Oh, Forró. Megégett a kezem. Egy pillanatra megfogad, vagy ez így megáll? Hát, necces. Na, nagyon jó fejek voltak, tehát... Claudia! Hát az Arany Kaviárnál voltunk. És nagyon jó fejek voltak, hogy így szólt a csajsz, hogy most jöhetsz filmezni, bár nem sok mindent lehetett látni, de oda nézzetek, na pont az ilyen ételek érdekeltek itt. Tehát ez egy bao, ami ugye egy ilyen ázsiai tészta, sokat én sem tudok róla, egyszer ettem, még évekkel ezelőtt, és ez nagyon-nagyon puha volt. És van benne ugye rántott polip, ez egy ilyen polipcsáp, jó hosszú. Szia, Mántéka! Illetve, hát az a zöld, szerintem ez a chimichurri, ami nem tudom, hogy micsoda, még soha nem ettem. Van valamilyen szósz rajta, és a tetején popcorn, és nem tudtam, hogy popcorn lesz rajta, mert az volt odaírva, hogy kukorica. Szóval nagyon-nagyon jól néz ki. Ez 6000 valamennyibe került. 6900-ba került egyébként, és ez az Arany Kaviár helyen volt. És ugyanezt eszik éppen... Argentino pestoja, aha. És ugyanezt teszi... Sültekhez, halakhoz, grillezett sajtokos salátákhoz. Ah, köszi, Klaus. Szóval... Ugyanezt teszi mellettem egyébként Rácz Jenő is, úgyhogy ugyanolyan az ízlésünk. 6900 mara, igen, durva. Hát gondolom a polip miatt, meg nyilván itt a Gourmet Fesztiválon minden drága. Mondjam, mi van benne? A chimichurriban? Aha, én attól félek, hogy nagyon fog csípni. Nem csíp. Nem csíp? Petrezselyem, koriander, oregano, vörös borecet, olívaolaj, citromlé, fokhagyma, lilahagyma. Hát akkor ez nagyon jól hangzik. Nagyon forró. Nagyon jó illata van egyébként, és egyáltalán nincsen ilyen seafood illata. Olyan, mint egy kis hotdog. Egy polip hotdog. És kívül így megvan. Grillezve a bao. Köszönöm szépen a jó étvágyokat. Lehet, hogy nagyon forró lesz amúgy. Mi van? A popcorn. Fullosan csirke íze van a polipnak. Már ettem polipot, és nem ilyen volt. Jól meg van grillezve. Száraz amúgy belül a polip, szóval nehéz elrágni, kicsit gumi. De nem olyan, mint a csirke, nézzetek meg. És amúgy nagyon jó íze van a polipnak. És csak egy nagyon picit van ilyen polipos vízi íze, vagy hogy mondjam. Az vagy egy nagyon forró. Jó, hogy ott van alul kukorica. Akkor azért volt kukorica kiírva, és a popcorn az meg nem is volt kiírva. Kicsit muszáj várnom, srácok, mert nagyon-nagyon nagyon forró. Szia, Mikó, hogy vagy? Itt a teki maszú, igen, kecske. Szegény húsikám, nem eszik most semmit. Fúj!
Érdekes, mert hogy azt hinné az ember, hogy ez egy ilyesmilyen ízbomba lesz, de nagyon-nagyon kis óvatosan jelennek meg benne az ízek. Én is mehetnék zsűrizni a konyhafőnökbe, nem? Viszont ez a bao annyira puha és finom. A polipot nehéz enni, mert a panír része vagy a külső része nagyon így húzódik, szóval nehéz elrágni. Én még nem ettem, de kíváncsi lennék, milyen a polip. Nem ettem egy polipot? Hát az baj, hogy nagyon sok helyen rosszul csinálják, és akkor ugye rágós, még nehezen lehet fogyasztani, mint ugye itt is. De hogyha jól megcsinálják, akkor nagyon finom, puha. Jó sós a popcorn. Ez a szósz, meg egy ilyen édes majonéz. Ez hasonló. De nagyon finom, csak hogy azt hittem, hogy ilyen ízbomba lesz, de is nem finom egyébként. Ez a szósz, ez nagyon jó. Most, hogy bentebb mentem, nagyon puha a polip, és így szétomlik a számban. És ez a sült kukorica alul, ez nagyon jól passzol meg, hasonl? Nem. És nem tudom mi, de végül is csíp. Lehet, akkor van benne egy kis, mert eredetileg, amiket találtam, abban nem volt ilyen piros. Most jöjjök már meg ezt a chimichurri. Ez argentinok. Hogy hívják ja? Mit mondtál, Klau? Pestoja. Argentinok pestoja. Na, ennek nagyon intenzív az íze. Hát ez ugye nem pesto állagú. Fűszernövények vannak apróra vágva, meg van benne chili, látom itt a magot. Kicsit csíp, csak enyhén, és ilyen nagyon, nagyon erőteljes, citrusos íze van. Jól néz ki nagyon, de a polipot nem szeretem, de lehet csak azért, mert olyat ettem, csak ami nem jó. Nem jó volt elkészítve. Lehet, ez amúgy nagyon finom. Most az elején nem volt ez, de most már puha, ahogy bentebb értem, nagyon-nagyon puha, ami ritka. Szóval ezt jól megfőzték előre, mielőtt kirántottál. Fincsi, Klaut. Lehet a reklám helye? A reklám helye? Na gyere. Kiment egy TikTokon, nézzétek meg. Neked egy saját TikTokod? Igen. Ja, fantasztikus. Nézzétek meg Klaut TikTokját most. Az nagyon jó lett. Még Endrében vettük fel. Ennyi pénzt nem ér meg amúgy. 7000 forintot. De is. Egy 4000. Menjél vissza, kérlek. Nagyon csípem át éppen. Jó, elkérdöm a különbözetet. Nagyon gyors vagy. Igen, Dani, abszolút. Köszi, cukik vagytok. Viszont azért nagyobb adag, mint gondoltam, és hogy fogunk mi ennyi pénzzel lenni? Hát én még csak egy fogácsát tettem 750 forintért, szóval. No, következő. Következő hely a Klaué, jó? Oda megyünk. Amint a Klaus szeretne. Itt van mellettem meg egy pékség. Amúgy. De nem olyan pékség, van egy nagy kemence. Meg vannak érdekes pizzák. 6900 volt, Meti. A Martinit azt mások be. Ezután Martinitünk. Van digó. Van digó, igen. És van margarita pizza. Szia, Laca! Jobban ilyenrel látok tőled, az jobban szeret a cseli. Mert mintha mostanában... mostanában több ilyenrel látszik. Egyébként... igen.
szerintem mindenki jobban szereti kint mászkálni, kivéve a Levi, mint mondjuk bent ülni órákig. Nem spiritós az egyik helyen. Én láttam, de akarunk megint vele spiritós tenni, ez borzasztó volt. Én imádom a vele. Amúgy sajnos eltűnt Jenő. És kint van a sárga. Vele szerettem volna úgy a képet csinálni. Kint van a sárga, igen. Addigónál van fokacsa is. Szóval jobban szeretek kiereszni, mert igen. Sokkal izgalmasabb, mozgalmas. Én is tudok mindenfele menni. Nem csak egy helyben ülök, a melegben otthon, hanem kint lehetek a melegben. Izzadtatok a belegben. Jaj, nagyon izzadok. Megnéztem a TikTokot, ment a like. Úgyhogy igen, mivel jó idő van, ezért arra törekszem, hogy minél több IRL stream legyen most. És az a másik, igen, amit Alfonesz ír, hogy nem fáj a fülem, hanem zúg, ugye sípol. És ezért próbálom hanyagolni a fejhallgatót, meg az ilyen streameket, ami csak ilyen ülős, mert próbálok nem megbolondulni, és nem mentem breakdown-t kapni ettől a hangtól, és ebben az segít, hogy kint vagyok a zajban, és a zaj elnyomja a sípolást. Igen. Leülünk le oda az árnyékba, mert te nem... Neked nincs meleged? Te nem ízzad? Kicsit melegem van, de annyira nem ízzad. Nekem mi bajom van, klimaxolok? Folyik rólam a víz. Konkrétan. Annyira jó kutyít. Tessék. Megfogad ezt? Megint majdnem felestem. Ezek nagyon veszélyesek ezek. Igen. Orvosok mondtak valami? Nem, még nem derült ki semmi. Ide szeretnék leülni. Nehogy leüljetek. Nehogy. Senki nem ül le ide. Ide érülök. Oksi. Éti csigehet biztos. Ez még kell neked? Ez a vőeszköz? Nem, de majd szalvét, igen. Annál a csepti. Ja, jó. Fú, ez így sokkal jobb. A napon álltam, nagyon rossz volt. Hát, én nem tudom, hogy fogok többet tenni, halljátok. Nagyon fullos. Nagyon sokféle itt van benne. Azt tetszik a legjobban, hogy ilyen citrusos ez a chimichurri. Chimichurri. Chimichanga. Felkészültem. Te amúgy megkóstolnátok ezt? Ha mondjuk ingyen lenne, mert gondolom azt fogjátok mondani, hogy ennyi pénzre nem. Csini a klaun? Nagyon csini a klaus, igen. Most engem? Most nem, csak egy pillanatra látszott el ezelőbb véletlenül. Ennyi értem. Én nem. Ja, ingyen? Hát mert érted valaki ingyen se kosolni, mert hogy polipom benne. Spáros, igen. Spárba beugrottunk, mielőtt ide jöttünk. Ugye a Mamut mellett van ez a hely, és akkor oda beugrottunk. Venni csepit, meg még egy dolgot, nekem személyes dolgot. Jelenleg felkészültem, terelettem, de amúgy egy katonácskányit kíváncsiságból. Aha. Ha nincs benne kelvinból, minden is lehet. Csak a kelvinból, nem szeretett Black Sheep. Mint? Szerb. A nagy szomra. Hm.
That one's cheap. Mi újság, életem, hogy érzed magad? Te most dolgozol? Kicsit dolgoztam. Kicsit dolgozgat? Fáj a szemem, amúgy. A szemed? Éged? Sajnálom. Meg most már én is ennék valami jót. Mindjárt megeszem és mehetünk. Csak nagyon laktató ez a bau. Annyira vastag. Egy órája egyszer. Hát bocsánat, de nagyon laktató. De amúgy el is mehetsz, és akkor itt megvárlak, de nem akarsz gondolom egyedül menni. Ezt megnyössz össze a helyet? Mi a neve? Valami pan. Annyit lehetok a pan. Csak a kebimot nem szeretem, igen, gyerekkori traumát okozott. Mert mi volt? Ja, itt vannak ezek a női szeszély, meg a... Női szeszély. Aha, azokat majd meg kéne kóstolni. Mert arról nem lehet látni semmit, hogy milyen fajta étel. Hát gondolom, itt ilyen pizza van. Ja, hogy itt vannak azok. Igen. Jó. És mi a helynek a neve? Panificio il Basilico, valószínűleg nem így mondják, de... Szia, Jakab! Pezsgő kellett volna? A poliphoz? Én amúgy ezt nagyon nem vágom, hogy milyen piák illenek milyen ételekhez, de most martinit fogunk inni, mert az van itt mellettünk, és az a következő kuponunk. Szépen legyen. Azért akartam elmagam. Hogy nagyon jó választottál. Shadow Donald, a választék. Makaron, minyon, makaron és minyon. Igen, nem nincs leírva, hogy milyen makaron van. De majd... hogy így van a felsorolásban. Ja. Vagy még külön is ki van emel, vagy makaron és minyon. Nagyon vastag ez a bao, azt mutattam. Felevok. Nem vodkát kell inni mindenhez. Ja. Royal. Kalinkát. Szia, Ica mama, hogy vagy, mi újság? Szia, Veszador. Igen, a pecsgő tipikus párosítás a tengeri herkentyűnek. Ezt nem is tudtam. Köszi, Jakab. Bicepszemre, ez az Dani. Nem lehet sajnos Dani azóta tetkom, mert én nagyon overthinking vagyok a tetkokkal kapcsolatban, de nagyon szeretném. Lesz amúgy mindenképpen, mert van több ötlet, meg anyukámmal, sajnos ez tolódott, de lesz anyukámmal egy közös tetko. Fúj, Dani! Ja, azt tudom rosszul, igen. Nem bírom megenni, hogy fogok enni egész van? Én nem készültem fel nekében. Az meg Jenővel nem lett közös képünk. Miért akartam? Akartam, csak elmentél telefonálni, és ugye téged akarták megkérni, hogy csinálj. És pont amúgy is oda mentek hozzá fotózkodni. Utána meg elkezdett enni, ugyanezt tettem. De. Na, hát akkor legalább ennyi. Legalább ennyi kötődésünk van, igen. Ez az, Petra, nyomon. Dobáld nekem a maradékot. Jó. De majd megpróbálunk Ákossal is képet csinálni, jó? Szóval, konklúzió. Megettem közben, és nagyon finom volt. Viszont a polip, én szeretem a polipot, és szerintem nem adott ehhez az ételhez hozzá. Nem elvett, de hogy csak úgy volt. Nem feltétlenül illett bele.
nem volt nagyon negatív, de hogy így ott volt, szerintem így kicsi is volt, ilyen vasak bauhoz. Valaki nem ismeri a Dankót, tényleg mi van? Ja, Dani? Szóval úgy kicsit olyan érzés, hogy csak így azért rakják be, hogy el tudják adni drágán, meg hogy legyen egy ilyen fancy kaja, de hogy amúgy én azt éreztem, hogy nem nagyon passzol az ételbe, vagy hogy teljesen mindegy, hogy ott van-e, mert igazából az ízeket, meg a textúrákat, miket tudok, azokat a többi hozzávaló adta. Szóval ez a chimichurri, nem tudom, hogy kell kiejteni, amit még soha nem ettem, ez valami isteni cucc, főleg ez adta az ízét, a kukorica, a sült kukorica, meg a popcorn is adott egy nagyon jó ízt, meg a szósz. Szóval nyilván valami kell bele, fő elem, de úgy a polip az úgy válj, szóval, hogy így nem tudom, lehetett volna más, mert így nyilván tök drága. Milyen textúra menkett? No, úgy fullas volt, finom volt. Köszi Dani, hogy itt voltál, szia-szia! Van még kuponunk innen valóra, igen, oda is megyünk most. Rakom a pulcsim, teljesen feleslegesen hoztam. Vagy mit szeretnél, Kau, elmenjünk megnézni ezeket a jó asszony, meg ilyenek? Váltsuk, mi? Nem. Martin, igen. De nem itt akarsz enni akkor? Azt mondtad, hogy nézzük meg. Nem, azt nem mondtad, én nem mondtam, hogy nézzük meg. Csak egy pillanatot, elpakolok. Nyugodtan értekezzetek, Jakab. Itt a cseten hosszasan. A borról. Jaj, nézzétek amúgy a pólómat? Szerintem még ezt nem láttátok. Ott van kukani. Zsakán. Na, ígyunk! Miért van egy szalvéta a kezemben? Jó, egy piros pók. Piros pók van a kukád. Piros volt a pók. Mi van? Fehér? Nem, nincsen fehér ebből nekem. Honnan azokat húzom elő, aminek kell. Lapom ezt a pólódat is. Ez mind a kropból van, nagyon szeretem ezeket a pólókat. Na, ezt váltjuk most be. Kóstolj alkoholos vagy alkoholmentes? Hát alkoholos. Na várja, mi? Martini. De ez mire van pontosan? Vagy? Vagy egybe? Hú, ez keserű pia. Sziasztok! Ezt szeretnénk beváltani. Alkoholos vagy mentes? Alkoholos, nem? Klau. Alkoholos. Igen. Bence, igen. Nem állsz itt, de ne mondd el senkinek. Na, ezer éve nem ittam martinit. De tini koromban nagyon szerettem. Akarom mondani, már 18 voltam. Na, Máté taka. Máténak egy band. Köszönjük szépen! Hello! Amúgy ez fullas ingyen pia, nem? Fullas. Ingyen volt. Ez mi volt? Finom? Na, akkor most az legyen a
feladatunk, hogy Klaunak keresünk egy kajáltát, mert én minimum egy óráig nem tudok még enni, szerintem. Megfejellek. Elmenjünk arra? Gyere, nézzük végig. Mi az, amit kívánsz? Pizzát? Nem. Na milyen? Valami jó kolbászt, is megeszem. Azt mondja, meglátok valami... Hú, de elszoktó martűtot. Hú, de erős, meg keserű. De amúgy finom. Úristen, Klau, elértem abba a korba, hogy ízlik a keserű íz. Szóval azt mondja a Klau, hogy egy jó kolbászt is megennék. Nem is hittem még martinit? Amúgy finom. Kesernyés. Vagyis hát amúgy ízlik, tonikkal öntötték össze, szóval azért keserű alapból, nem tudom. Oda nézzetek, de menő, ez mi? Desszertet lehet itt kapni. Mon petit desszert. De mi a... Micsoda? De jó. Hello. Ez nagyon jó. Ó, de szépek. Na ez már női energiák, ez a stand. Nagyon jól néz ki. Life is short, buy the shoes, drink the wine and order the dessert. Főzés az ember legkreatívabb tevékenysége. Ez nagyon jól néz ki ez a hely, majd ide visszajövünk. De jó ez a track. Én is szeretnék egy jó korbát, na jó. Ákos, ha dumáltatok, vagy csak messziről lestük meg. Nagy, óriási amúgy ez a hely. Szerintem Klau el fog veszni, mert mint olyan téren, hogy nem fogja tudni, hogy mit kérjem. Szia, Baluka! Koravén vagyok, ha jöhet nekem a keserű. Igen, Lucas. Itt halételek vannak, csak a horgonyzóban, Klaus. Nagyon fontos. Marad meg marha, jó. Akkor forduljunk. Gyere. Itt menjünk végig? Szia, Marcika. Köszi, jól vagyok. Te hogy vagy? Vannak furi fagyik is? Azt még nem láttam. Mondok el. Mi van? Nem akarsz volna egy képet? Tényleg ott a betolkofi. Mi van? De nem csinálunk volna egy képet? De mi van? De biztos, hogy ő az amúgy? Amúgy nagy kicsit olyan volt, mint egy csutló. De ők kettő nagyon hasonlítanak. Hát ugyanúgy bajszok van. Mi? Akkor én kit? De lehet, hogy csuklót lettem. Mi van? Hát ott van az ősz mellett, nem? A szemüveges mellett. Biztos nem akarsz el egy képet? Ki, hol? A beton, aki itt ül. Most akarok menni majd júliusban a koncertre. És kérni kell az öltőbejegyet. Még oda mehetünk, hogy adsz jegyet? És elvileg még akkor is, mikor én jártam oda. De sosem láttam. Nézd csak, Klaus, de szép. Szerintem így jelenítik meg a női energiákat. Látjátok? Ilyen kis szép standokat csinálnak. Rász lilla, ilyen piás. Valami csirkét akarsz enni? Amúgy az is. Nem? Ez is piás? Vagy nem? Ja nem. Vaddisznó kroket. Bárány. Magdalica, eső a Klaunak. Velőspirítós, cseresznye, dohány, borjúszív, eper. Na azonnal kóstoljunk meg ebből valamit. Te ebből nem akarsz? Azt szeretnéd? Akkor én meg egy cseresznye dohányt, az mi?
bogyós szív, na jó, szívet nem akarok enni. Szia, Ekike! Bori mami, gyöngyösi. Máshol is van gyöngyösen kívül? Nem biztos, csak most ugye kijöttek. De lehet, hogy csak ott van meg gyöngyösen. Na jó, akkor cseresznye, dohány. Nem tudom, ez mit jelent. De akkor egy olyat, meg egy velőspiritós. Ja, ide ki van rakva amúgy a dohány. Ez 2600. Szia! Sziasztok! Szeretnék kérni egy cseresznye dohányt és egy velőspiritós. Ez már kész is. Pont most készült el kettő. Ó, szuper. Jó. Nyomul elmeséljük, hogy készült. Igen, azt megköszönném. Bocsi, ne haragudj, nem baj, hogyha streamelek? Szuper, köszönöm. Jó, de jól néznek ki azt a... Jó, előspiritósunk. Ugye, mint a nevés elmondja, alul egy spiritós szerepel, paradicsomporral szóltuk le, hogy még egy ilyen savasabb, még egy ilyen funky bíz legyen. Középen, abban megdöntöm, látható az agy, sertésabb velük. A szüket más velő, mi? Mellette készítettünk egy zöldségszalszát, van még mellette kápja mánagél, meg velőből, leeső részéből készítettünk egy ilyen konfitált fokhagymás velőmajonészt. Aztán... Elején pedig egy paradicsomos tő van még. Aha. Desszert? Ja. Jó, desszert. Desszert, az egy cseresznye alap, középen megy maggal, és egy dohánykávés mousse veszi körbe, bele van mártva a csokoládéba, egy citrusos fehér csokis whipped cream van mellé, csokoládéföld, csoki gyökerek és a dekoráció. Aztán, nagyon jól néz ki, köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor fizetek meg, fogod? Húha, ezt nem gondolt Kárt Kraus. Hova fogunk leülni? Oda? Másik. Hát jó, csak nincs több kezünk. Hát reménykedjük, hogy... Ja, te ezt elbírod? Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Na, szóval a Klau valószínűleg most is éhen marad. Ugyanis a Claudia azt hitte, hogy gerincvelő lesz. És... Nem gerincvelő, hanem csontvelő. Vagy csontvelő, bocsánat. Ott van, jobbra. Oda üljünk le. Oda. Szóval azt hitte, hogy csontvelő. De agyvelő. Szia, Levi! Meg kell kóstolnod már csak a zombreszel? Hát, valószínűleg én fogom megenni. Meg fogod enni? Amúgy lehetett hallani, amit mondtak, mert nagyon nagy hangzavar volt, de mi hallottuk, de így extrán kellett odafigyelni. Lehetett? Szuper! Lehet, hogy amúgy fordítva kéne ülni? A nap, a most, ez nagyon szép, nagyon, na várjatok, szornó képet, csinálsz képet róluk? Lennék vele férni, ez már, ott tudod, hogy igen.
Ide adod a tapiát, mert az még tele van. Tessék! Ide adod a tapiát, mert az még tele van. Hogy jó? Sehogy se jó. Pont felettem van a nap. Tehát ne haragudjatok. Éppen eszik. Ilyenkor nem mindig zavarni. Gyöngyös az ilyen menő? De mindjárt mutatom még egyszer közelről. Meg is van? Na. Hát ez... ritka undorítóan néz ki ez az agy, de közben meg nagyon jól néz ki, de az, hogy így lehet látni, hogy agyformája van, és körülötte van egy ilyen nyálkás zselé, ami még rátesz így az élvezetekre. És akkor itt van ez a cseresznyés, dohányos desszert. Én nem is tudtam, hogy a dohányt azt használják egyébként ételhez. És én szerintem ezekről az evőeszközökről néztünk múltkor videót a Barni MVM-es videójában, ugye? Csak nem emlékszem rá, hogy mi a neve. Olyan, mint egy agy. Hát már az is. Mert agyvelő. Na, volnád az agyvelő? Szóval, hogy egy amúgy... Tisztából? Nem tudom, úgy néztünk róla a videót, hogy miből van, de már elfejtettem. Hát ilyen újrahasznosított felvert, akkor meg most jól komoly, hogy itt van rajta egy agy. Az egy agy. Agyat fogsz most tenni, Klaus. Nagyon büszke vagyok rád. Én imádom. Én még sosem ettem. Vagy akkor ezek szerint lehet az is agyvelő volt, amit ettünk a barbiekkal 2 éve itt Levi. Na, és ezt hogy egyen? Nagyon zsírosak, mondja a Levi, és hogy egybe edd a kenyérrel. Én azt hittem, hogy akkor csontvelőt ettünk. Meg szabad kérdezni, milyen árban voltak? Ijesztő az agy, a desszert jól hangzik. 2000... Az miért olyan, mint hogyha desszert van meg? Szóval 2500 volt mind a kettő. Szóval 5000 forintot fizettem. Hát ahhoz képest, hogy az előbb 7000 érettem egy baút. Igen, jó. Nyomod? Nagyon jó. Nagyon büszke vagyok rá. Nézzétek a belsőjön, ugye? Majdnem. Vige. Nagyon büszke vagyok rá. Ó, hát már nagyon puha ez a kenyér, sajnos. Nekem ez is ilyen fúj íze. Nagyon finom krémes az agyvelő, és nincs undorító íze, csak a tudat kicsit így para. Kérsz még? Na, hát igen, szeretném megenni. Ja, akkor edd meg nyugodtan, mert nekem annyira nem jön be. Csak azért, mert hogy én nekem íze. Olyan, mint hogyha... Azt mondtad, hogy egyen meg nyugodtan azt, amit én kértem. Ja, az hittem, hogy felesbe ezzük én ezeket, bocsánat. Gigi Klaus, hát a Klausnak hatalmas nagy Gigi. Klaus annyira aranyosan nézi. Szerintem is az agybelőre. Bárcsak úgy nézte rá valaki, mint Klaus az agybelőre. Szóval nagyon krémes. Az állaga az tényleg fulla. Benne megvan az, ami benned nem. Sikság sok. Jó, szóval... mi? Feléd? Szóval, mit akartam mondani? Imádom. A Klau bereg. Klaunak mostantól. Nagyon. De amúgy Levi egyáltalán nem zsíros, hanem ilyen nagyon light. Klaunak mostantól az összejövetelken mindig más állat agyvelőjét csináljuk, jó?
nagyon lightos, krémes, viszont nekem full ízetlen, mint hogyha egy dekasó, meg semmi nem lenne rajta. Sok, egy idő után sok. Aha, nagyon ilyen. Elegem, hogy zsíros lenne. És ennek a szalszának van egy ilyen minimális íz, ennek a paradicsom szalszának. De hogy én kevesem az ízeket, és ugye annyi mindent felsorolt. És csak egy kicsi só kell, kérem. De ennek a szalszának nagyon, nagyon frissítő, citrusos íze van. Én csak csirkehagyat hettem, de borzasztó volt, nagyon zsíros. Ez nem volt zsíros egyáltalán, nagyon lightos, krémes volt. Hőkezelve volt. Remélem. Na. Jöheted össze? Eldölt. Ez szerintem olvad el. Eldölt ez a csoki. Megolvadt. Jó, nagyon olvad. Visszaszúrom. De most oda raktad, úgy kérdő az. Ó, basszus. Töröljük el. Zsepi. Ott van a táskámban. Ki tudsz venni? Sziasztok, újonnan jövök. A Gourmet Fesztiválon vagyunk. Millenálisnál. Na. Uha, nagyon olvad, halljátok. Gyorsan kell. Nem tudom, melyik részebe van a dohány, mit mondott a nőci. Na, ez bomba. Ez bomba, csak már így melegedett a napom. Ez hidegen kéne, de... Hú, ez nagyon bomba. Még nagyon olvad itt, meg vihar volt. Itt nagyon durván meleg van. Szvincsnek látszik, igen. Nincs sohány íze egyáltalán, viszont extra finom. Jó és jó és jó. Aha. Ilyen enyhén cseresznyés, édes, savanyú egyben. Ebben van a dohány. Ebben a krémben? Uh-huh. Ilyen íze van a dohánynak. Én pisztáciás ízt érzek. Mert ott vannak a pisztáciás darabok. De biztos ebben van a dohány? Igen. Nagyon finom. Végni a homlokon. Megkiszem. Virág. Nagyon finom, édes íze volt a virágnak. Ez nagyon jó volt. Csak ez nagyon pici. Ez az adag, ez nagyon pici a desszertre. Főleg ugye ez a nem tudom milyen kekszmorzsaszerű dologban. Milyen pillanat? Ez ebből olyan tányért összert, amiért a Barbie szokott csinálni. Ez jó sem vagyunk. Hogy különböző formákban jelennek meg ezek az elemek. Sokat járok Borivamihoz közel, mert mellette lakik barátom, és mindig lássam a kajákat, nagyon jól néznek ki.
Szóval, hogy ugye a cseresznye is többféleképpen jelent meg. Volt zselé, volt krém, volt valami mousse-szerű. Van ez a keksz. Keksz morzsaszerű cucc, ami szintén nagyon finom. Voltak pisztácia darabok rajta. Viszont a dohány csak egyfajta módon jelent meg ebben a krémben. És a virág is nagyon finom volt. Meg vannak benne még szirmok, meg mentalevél. Igen, Pamunka, Klau olyan, mint egy díva. Miért? Azt mondta, hogy jól elhasszom, meg olyan vagy, mint egy díva. Jól ideültünk amúgy a napra. Jó, 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 jó. Mondjuk, mondom, Klau nem lakott jól. De amúgy jó volt így egyelőre. Mert csak egy jó margarita pizza jelzik. De azt megnézted, hogy hol lehet kapni? A Digóba. Jó. Digó, aha. Nagyon jó volt ez. Majd nézni kéne, hogy mennyit költünk. Dohány illatát is nem sem. Amúgy nem tudom milyen, nyilván tudom, hogy cigit, de az más. Harmonizálnak a textúrák, így van. Decisap, igen. Akkor mehettek haza. Ja. Elfogyasztottuk a donétkor mennyiségét. Én írom, tényleg alfan ez. Nagyon sírok. Amúgy megnézzük, jó? Könyvelő, igen. Amúgy szerintem nem marad sok. Na jó, na jó, de... Hát, a desszert tért mondjuk igen, mert hogy kevés. Nem. A kauszai nem volt drága ez, amit most tettünk. Azt fejtettem el, hogy mivel mesállok, borzasztóan görcsölök. És hoztam magam a gyógyszert, és most akartam bevenni, és rájöttem, hogy alkoholt iszom. Úgyhogy sajnos nem. 18 000... Te már ittam. Szia, Jorfamban! 18.150 eddig? Plusz 20 000 volt a belépő. Plusz a boros pohárat. De a poharakat visszaváltjuk, az a nulla. De csak a letétük, hogy az egészet visszaadják? Nem az egészet adják vissza? Mit mondtak? Igen, Dani. Belépett a mérkőbe. Ja, az is benne van, úgyhogy 38 000. És 70 000 forint a donétból. Mennyi összél? Kemény, igen. Nagyon kemény. Pohárt. Ott van ez. Poharat nullának írtam. Szerintem azt visszaadják. Én úgy emlékszem, hogy azt mondták, hogy 2000 fejenként. Apátok itt van, szólj, ha gond van. Pohártot. Úristen, Bence, már most elő vagyok. Nem tudom, hogy fogom leenni. Megyünk, mi akarunk. Shadowhoz mindenképpen megyünk, mi nagy Shadow fanok vagyunk egyébként. Most? Én most egy óráig nókaja, hát nagyon tele vagyok. Nem tudom. Cserélik is a pohártot, ha kell. Pohártatot. Letétet visszaadják. Igen, én is úgy hallottam. Tehát, ja. Yes, nagyon görcsök. Twitch jobban fizet, mint a YouTube? Nem. Nagyon nem. Hát a YouTube-ban reklámok után kapod a pénzt, a Twitch-en meg szintén vannak reklámok, viszont általában kikapcsolják a streamerek, és egyébként is, hogyha egyébként nagyon sok reklámot bekapcsolsz, akkor is ilyen pár cent jön a reklámokból. A bevétel pedig
az emberekből jön, akik néznek, ők küldhetnek ugye szapot, meg donétet, biteket, stb. Ennek a felét leveszi a Twitch. Én, ez nem titok, szerintem ezt el lehet mondani, hogy általában ilyen 50 és 80 ezer forint között szoktam keresni a Twitch-ből, a YouTube-ból pedig 100 ezreket lehet keresni. Szóval azért nem fizet többet a Twitch, mint a YouTube semmilyen formában, de nyilván attól függ, hogy kit mennyit, mennyien néznek. Nyájátok fagyit, ez mindig belefér? Amúgy azt álmodtam, hogy fagyért álltunk sorba, pedig nem szeretem a fagyit. De ami nem megállta, hogy milyen jól néz ki az ilyen fordítvány. Utca. Nem, nem, nem. Feldugom a stabilizátor. De nyilván egyébként attól is visszatérve, hogyha, tehát, hogy kinek milyen szponzora van a Twitch-en. Mert mondjuk ott, tehát attól függetlenül... Tehát azt kérdezted, hogy a Twitch jobban fizet-e? Nem. De például, ha valakinek van egy kaszinó szponzora a Twitch-en, na az, ott brutál milliók mennek néha. Szia, Kittu! Cuki vagy, köszönöm szépen, de... sosem ittam még gyógyszeret, csak savlekötőre. És nekem ez egy ilyen szabályom magammal kapcsolatban. Van több szabályom az alkohollal kapcsolatban, és ez az egyik, hogy ez soha. Szeretném itt tartani magam hozzá egyébként. Meg hát soha nem lehet tudni egyébként, hogy most érted, itt vagyunk kinn a napon, nagyon meleg van, nem kockáztatnék, főleg nem streamben. Jó van, Házi. Szerintem ilyen probléma nem lesz. Szia, Rúz! De jó idő van feléd. Budapesten vagyok. Megpusztulandó, szóval olyan meleg van itt jelenleg. Igen, Bani, nagyon-nagyon meleg lett. Hát mondjuk jobban preferáltam már ennél az esőt. Inkább nagyon meleg van. Tessék? Szabó, meg jó, hogy itt vagy velem. Szia, Szabina! Szimplán a földön volt a telefonom. Szakad az eső. Hát itt is esett. Hú, de forró a fél. Nincs rajta fényvédő. Nincs rajta fényvédő. Ezt mondta Klau. Nincs. Meg fogsz öregedni. Kösz. Hát egyszer te is, mindenki megöregszik. Szia, Klau, puszi! Azt mondja Szabina. Te nem? De hogy én 60 évesen 30 évesen. Ezt még kék helyet? Nem tudom. Nem. Szia, Moni, nem tudom. LOL. Bemászol. Olyan lehetőségeket szalajt el a Klau. Az egyik kedvenc előadója is itt mellettünk. Mindenre. És nem akart képen is jár. 30 évesen is 18 vagyok, Klau. Én is hiába mondom a férjemnek, a fényvédőt nem érti, hajrá, Klau! Hallom, Klau! Azt mondja Pamunka, én is hiába mondom a férjemnek, a fényvédőt nem érti, hajrá, Klau! Az, hogyha hajrá! Most ellen nem úszítjátok a Klaudiát! Amúgy azért jó, hogy vannak ezek a kuponok. Nem tudom, hogy hányan fognak eljönni még hétvégén, mert ugye az első 1000 embernek, aki aznap
először 1000 ember megy, szóval értitek, azoknak érvényes ez a kupon. És lehet, hogy holnap amúgy lesznek 1000-em. Jaj, de Katya, te nagyon kis fiatalos kinézetű vagy. Ezt kapta Klau a Barbie-tól. Valakitőt. Igen, ez is borzasztó, menjünk innen, mert napsütés fogok kapni, még jó sapkában is. Akkor biztos nem? Komaró. Ki kell önteni a jeget a komaromból. Hát ugye elolvad. Igen, Dani. Ez nagyon jó volt, ez a Martin. Jó, jó, jó. Barbiek, nem képzeljétek el. Sajnos nem tudtak. Úgy volt, hogy ugye kint lesz az éttermük, aztán mégsem. És dolgozik a Barbie, szóval eljönni se tudod. Az Atinál meg ott van Kitty, az nem tudott eljönni. Nyilván embertől függ alapján, ez azért egy élmény szerintem. Megvan a telóm? Megvan a telóm, igen. Kipálmamak volt, azt akartam. Na jó, hát... De nyilván igen, embertől függ. Lehet, hogy a Klaunak elég az, hogy most mellette ettél. Mi van? De én nem vagyok ilyen izé... De hát az egyik kedvence magyar előadó. Jó, de attól még is tettet egy közös kép, vagy hogy láttam, hogy így ok, láttam, és hogy az így izé, ilyen emberi testfüzetben, de hogy ezen kívül itt semmilyen számít, még szerintem. Jó. A mosdót az hol láttuk? Valahol itt volt felirat, nem? Jó helyen, itt gondolom, hogy egyenesen megy utolább, ott volt egy. Ákos vagy ilyen őt elkapjuk? Valakivel igen kéne már, nagyon sok híres embert láttunk ma már, valakit csak elkapunk. A Jenő amúgy nagyon közvetlennek tűnt, nem? Ott beszélgetett. Igazából azért jön ki szerintem, ugye, hogy az emberek tudjanak vele beszélgetni, képet csinálni. Egyre többen vannak amúgy. Egyébként az estig tart ez a rendezvény. Ahol ültetek, ott volt mellett, mögöttetek a mosdó. Mi? Na bazz. De én ott van kiírva. Arra mondom, hogy ugyanúgy vagyok, mint Klau. Micsoda? Hát Alfen ezt mondta, hogy ő ugyanígy van, mint te. Hát elfogadom, persze. Én máshogy működök. Én most, hogyha itt lenne egy, nem tudom, kit szeretek annyira, mint mondjuk Klau a Hofit. Most lenagom ezt az odavendőt. Azt gondoltam, meg is szexuálnád. De ne. Sose tekintettem rá úgy. Mi? Nekem azt mondtad, nem. Hogy... Te mindig is tévültem voltam, mondtam, hogy sose mindig is. Ú, ott lehet valamit pörgetni, Klau, ingyen dolgot lehet? Na, oda majd por. Figyelj, én elmegyek mosdóba akkor, meg gondolom, neked nem kell. Na. Jó. Ide le lehet, ja, most szedik össze a... Ja, szerintem vizes. Akkor hova ülsz le? Magának az árnyékba. Csak ne az én nem fejem akarsz leülni? Nem, köszi. Hát azért akartam, hogy ülj le, mert hogy nagyon sok minden van nálam. Nem jó ez így. Na írjatok nekem. Hogy legyen? Egy jó. Na írjatok. Siessél, Marcsika! Mert itt a végén leállítom a streamet. Ha. Én random vigyorognék rátok és leskelődnék, de nem fotóznék és nem mennék oda, szóval megértem Klaut. Ja, amúgy ez a másik, amit nagyon nem szoktam érteni, amikor hogy így sunyiba, meg lesibe fotózkodnak, fotózgatnak. Ja. Szia Heki, szia Max, szia Fene, sziasztok, szia mindenki! Hogy vagytok? Most kell kibeszélni, Mari? Igen. Fú, ez a Mariam.
Amúgy kíváncsi vagyok, hogy miket fogunk még kóstolni, milyen finomságokat. Minden oksi. Amúgy így mostában nagyon fáradt vagyok, mert nagyon sok időt elvesz az, hogy egy héten kb. Négyszer járunk edzeni, és akkor így mindig már úgy érek az, hogy hulla vagyok, de legalább korán kezdődik a nap, és akkor utána csinálom a dolgaimat, még mindig valami így háttérbe szorul. Most például főzős hetem van, minden nap kb. Főztem. Milyen napom van amúgy? Péntek. Igen. Aztán van, amikor van ilyen takarítós hetem, hogy minden nap takarítok kb. És így váltogatom, hogy mi az, ami kimarad éppen, mert van, hogy szalad a lakás, van, hogy nincsen főtt kaja, van, hogy úgy van munka, hogy nincs időm ezekre. Ez milyen fesztivál amúgy? A Gurbé Fesztivál. Minden évben szokott lenni tavasszal, kijönnek ilyen budapesti, szerintem főként budapesti vendéglátóhelyek, és akkor lehet kóstolgatni ilyen finomságokat, és mindig van valami tematika, aminek megfelelően készítik el az aktuális kínálatot. Köszönöm szépen, Heki! Csináljon edzés, mint én. Tévénéző izmok. Mi van? Ezt nem értem. Szia, itt a mama. Mióta edzek? Most 2 hónapja. Most volt 2 hónapja. És az Atival megbeszéltük még, amikor elkezdtük, hogy 2 hónaposnál eszünk kürtös kalácsot, de én előtte ettem, szóval nem kívántam. De azt beszéltük, hogy a 3. hónap fordulánál meg elmegyünk valami cukormentes cukrászdába. Én alig tudom rávenni magam. Hát igazából így nincs választásom, mert így az Atival egymást pusoljuk, és akkor mindig ír, hogy jó, akkor ott vagyok, érted, 10:30-ra én meg oké, okay. Vagy hogyha ír nekem, hogy holnap edzés, és hogyha én azt mondom, hogy igen, ő meg azt mondja, hogy nem, akkor is elmegyünk. Ennyi idő után is van motiváció. Igen, van. Igen. Soha nem olyan plottyát a seggem. Az edzés mellett fontos a pihenés is, hogy regenerálódjanak az izmok. Így van. Az is fontos. Meg amúgy a kajára kéne odafigyelni igazából. Csávó, full egyedül viszi az üveget, ez igen. Ja, nem figyeltem így igazából, csak a kommenteket nézem. Nagyon jó, hogy összetudjátok angolni. Igen, és amúgy nagyon vicces, mert múltkor a Bence is volt velünk edzeni, és nagyon, nagyon viccesen nézhetünk ki a kondiba. A Bence az már ilyen izomágy, mert ő hónapok óta jár, meg ő így diétázik meg minden, és ilyen folyan 80-100 kilókkal emelgetett, meg ilyesmi. Meg az Attival maradunk így ugyanazoknál a súlyoknál. Nagyon vicces, hogy mi általában ugyanannyit szoktunk. Valaki pusolhatna engem is, mert tudja, cseptestű leszek. Nem, Heki, te nagyon jó vagy. Jó az az érzés edzés után, akkor edzés közben kiköpted a beled, majd utána végig is leülsz picit. Igen, meg hogy úgy letudod, és utána úgy, hogy vele... Ma is megcsináltam. Ja, igen. Igen, fontos a kaja. De hát az a baj, hogy én ugye csináltam ilyen még évekkel ezelőtt ilyen 8 hetes diétát, és gyerekek, mármint, hogy oké, de hogy na, szóval arra akarok kiukadni, hogy nekem uncsi. Én például nem tudok ilyen zapkását enni, mert behányok tőle, főleg azután. Volt egy időszak, amikor a tojást sem bírtam megenni, és az a baj, hogy nekem vannak olyan kaják, amiket így egy idő után megunok, és rá se bírok nézni. Szóval így nem tudok egy ilyen bevált étrendet követni, vagy hogy mondjam, hogy minden nap kb. Ugyanaz, vagy hogy ugyanazok a kaják változnak, és az meg nem vagyok túl kreatív, hogy kitaláljak ilyen újdonságokat. Miről beszél? Szia, Millen! Az edzéssel, meg a kajákról, meg ilyenekről beszélgettünk. Na, tök jó. Akkor keressük meg a Digót neked? A Digó pizza? Igen. Jó. Ott volt egy térkép. Igazából nálunk is van, de ez a nagy, ez jó. Mert írja, hogy most hol vagyunk. Nem öregszünk, csak baszunk. Jó, hallottam, hogy azt mondta az ember mellett, hogy nem öregszünk, csak baszunk. Megöregszem majd, és nem lesz a szép, amire vártál, nem megjön elé. Milyen jó voltam a szöveget, nem? Na, nekem is így van, sokáig eszem utána, nem tudok ránézni egy évig. Ja, hogy arról beszéltetek, amikor a
mód. A Klaunak olyanja van, hogy így valamit folyamatosan kíván. Egy darabig folyton azt teszi, aztán Nuku. Aztán egy darabig nem bír rá se nézni. Most nagyon sípol a fülem, pedig tök nagy a zaj. Na, azt mondja, D betű kell nekünk. Amúgy sosem mentünk el végül a Itadigo. 102-es. A legvégén, tovább egyenesen. Oh, ja? Gurmi Akadémia mögött. Ott annyira, ott még nem is voltunk a szélén. Azt mondta a sász, ment a klip. Köszi Szabina!